Amióta az ember az ember, a munka elválaszthatatlan részét képezi az életének, a mindennapjainak, az ember talán leginkább abban különbözik a természet többi résztvevőjétől, hogy kifejezetten vágyat érez az alkotás a munka után. Diákok, pedagógusok gyűltek össze a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum Majsai úti tankertjében, ahol egy szép terményoltárnál mondtak köszönetet az idei bőséges zöldség és gyümölcs termésért. Jó néhány évvel ezelőtt volt az első alkalom, amikor ugyanezen az őszi napon, ilyen keretek között, ugyanitt a Tekós tankertben összegyűltünk fiatalokkal. Hát egyrészt mezőgazdasági hagyományai adták az okát ennek az a rendezvénynek, meg hát ugye most már több mint 10 év óta egyházi fenntartása a Rákóczi, és ez a két dolog évekkel ezelőtt találkozott egymással, és ennek a csodaszép napos ősznek ez egy méltó ünnepe tud lenni. Nagyon mosolygós gyümölcsök, őszi termények kerülnek ilyenkor egy terményoltára. Ezeknek egy része a Tekós kertbe terem, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy diákjaink, kollégáink is a saját otthoni kertjeikből hoznak ilyen finomságokat. És hát méltó ez a pillanat, hogy egy picit megálljunk, jó Istennek hálát adjunk ezért a sok-sok kincsért. Gyirán Péter iskola lelkész foglalta össze ennek a napnak és a közös ünneplésnek a jelentőségét. Arról elmélkedtünk most a diákokkal. Az ember méltóságának kettős természete van. Elsősorban az Istentől való teremtettségünk, ami mindannyiunktól elvitathatatlan. Ahogy Reményik Sándor is fogalmaz híres versében, egy Isten arc van eltemetve bennem. Tehát az ő saját maga belső képére és hasonlatosságára teremtett meg bennünket. Ahogy a gyermek hordozza magában szüleinek a vonását, úgy hordozzuk magunkban a mi teremtő Istenünknek a vonásait. A második pillére az emberi méltóságunknak az pedig a munka. Ahogy Ferenc pápa fogalmaz, Istent utánozni a kezünkkel. A munka az, ami értelmet, lendületet, motivációt, célt ad az ember életének. És ezekkel az évről évre ismétlődő termény hálaadásokkal pontosan erre kívánjuk felhívni a diákjaink figyelmét. A diákok szerint fontos, hogy a szorgos munkával eltöltött napok után meg tudják mutatni, milyen szép termények nőttek az iskolai és az otthoni kertekben. Jó látni, hogy mennyi mindent meg tudunk termelni mi magyarok, mi egyszerű emberek is. Ezek mind az iskola dolgozóitól, diákjaitól származó termények. Fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy miből indultunk ki. Ezt gyakran elfelejtjük. A program végén a jelenlévők megkóstolhatták a kihelyezett ízletes gyümölcsöket.